Az Albatrosz Repülőegyesület öreg sasok szakosztályának megbecsült tagja, Domoszlai Géza aranykoszorús első osztályú repülőgép és helikopterpilóta január 30-án ünnepelte 90. születésnapját. A jeles alkalommal a Tiszti Klubban köszöntötték a legendát, aki a Katonai Akadémiáról került a Börgöndi csapatrepülőparancsnokságra és azóta él szeretett feleségével Székesfehérváron, aki 66 esztendeje társa. Nagyon büszkék vagyunk, mert 14 fős csoportunkból már hárman elhagyták a 90. életévet. Géza bácsi életútja példamutató. Itt nem csak arról van szó, hogy a kort tiszteljük, hanem azt az életpályát, amit ő képviselt, azt a repülős múltat, amit végigcsinált. A mélységekből indult és a magasságokba jutott. A nyugalmazott alezredes a találkozón beszélt ifjúságáról, a levegőben átélt kalandjairól és családjáról, akik nélkül nem lett volna teljes az élete. A repüléssel kapcsolatban a mai napig tartja a kapcsolatot az öreg sasokkal, szakmai folyóiratokat olvas és részt vesz a rendezvényeken is. Nagyon örülök, mert eredetileg mondtam a fiúknak, hogy eléggé rossz állapotban vagyok. Nagy valószínűséggel nem tudok eljönni, de aztán amióta együtt vagyunk az öreg sasokkal, olyan tisztelettel vagyunk egymás iránt, mert nem csak ők én iránt, hanem szerintem fordítva is, hogy végül is összekapartam magamat és eljöttem. A bensőséges hangulatú találkozón megerősítették, fontos, hogy méltó módon köszöntjük azokat a katonákat, akiket megerősíthet a Világhálón is népszerű oldalok címe, akik nélkül nem lett volna magyar katonai repülés.